Kanantusa nebija, akor matjula, aj vidu ke mi matjeja na mi boja tekera. Sani gi tu kame, kodi me njera, romani gi trobola, nege mi menjana. Mi vagyunk a Karaván Família együttes, ez egy cigány népzenei, világzenei együttes, ami jövőre lesz 20 éves, és a érdekessége az, hogy ez egy családi zenekar, vagyis szülők és gyerekek alkotják, ami egy nagyon ritka felállás, tehát ez nem nagyon szokott előfordulni, hogy apuka, anyuka, gyerekek, mindenki a zenekar tagja. Ami úgy néz ki zeneileg, úgy van elosztva, hogy ketten játszunk csak hangszeren, mi fiúk, én is a fiam, én gitáron játszom, ő basszusgitáron és ütő hangszeren felváltva, a kisebbik lányunk, ő pedig táncos. Mert hogy a dalainknak a nagy része az tánc dallam. Tehát énekel mindenki, több szólamú éneket használunk, és megpróbáljuk meghangszerelni a magunk stílusában a dalokat. Farkas Ilona vagyok, a Karaván Família együttesben, mint énekesnő, mint anya, mint feleség vagyok. Nekem semmiféle zenei előképzettségem nincs, nem is volt. Annyi volt, hogy a családban otthon, ahol én felnőttem Szabolcs-Szatmár megyében, egy icipici kis faluban, az én nagybátyám az gitározott. A nagyanyám énekelt, a nagybátyám is énekelt, és akkor én otthonról hoztam valamit, szóval én István mellett tanultam meg igazából az éneklést. Az egyik előnye a családi zenekari felállásnak, hogy mindenki mindig ott van egy helyen, egy lakásban, egy otthonban. Tehát bármikor lehet próbálni, bármikor ki lehet próbálni ötleteket, össze lehet ülni, akár külön-külön kettesével, vagy akár mindenki, és akkor lehet kísérletezni, új repertoárt építeni, vagy folyamatosan fejleszteni a meglévő repertoárt. Úgyhogy ez igazából minden napok részévé vált ez, hogy ötletelünk, ha valakinek eszébe jut valami, akkor spontán próba alakul ki belőle. Ez egy óriási előny más zenekaroknak, ezt ugye meg kell szervezni, el kell menni egy próbaterembe, és nekünk ez a kötöttség nem volt meg. Ez megkönnyítette azt, hogy nagyon hatékonyan tudtunk saját repertoárt kialakítani. Tudni kell, hogy az a zene, amit mi játszunk, ez nem csak egy zenei stílus, hanem ez egy kultúra. Tehát vannak olyan zenei stílusok, amely mögött egy kultúra van, ez is olyan, amit mi játszunk, a cigány kultúra van mögötte, a maga hagyományaival, szokásrendszerével, és a zene ezeknek a fényében jelenik meg, ezekkel átitatva jelenik meg, tehát ezeket ismerni kell annak, aki ezt a műfajt játsza. És a gyerekek ebben a kultúrában nőttek fel, tehát ezt ismerik, és ilyen módon ismerték meg ezt a zenét is, mint a kultúra részét. A zenei tehetségük az hamar kibontakozott, mi a szülők autodidakta módon tanultunk zenélni, őket viszont beirattuk zeneiskolába, és ők sokáig jártak klasszikus gitárt tanulni, évekig, de viszont az a fajta zenei tanulmány, ami a zeneiskolában van, az egy másik fajta tudás, és azt a fajta tudást, ami ehhez a műfajhoz szükséges, tehát amiről beszéltem, hogy ez egy kultúra, azt viszont otthon kapták meg, azt otthon adtuk át nekik, hogy mi is az a kulturális örökség, aminek ez a zenei stílus is a része. Javarészt cigány nyelven énekelünk, és kisebb részt csak magyarul, tehát a dalszövegeket nem feltétlenül érti mindenki, de olyanok a dalok, hogy szöveg nélkül is át tudnak adni dolgokat. Általában ez a népzenének a sajátossága, bármelyik népzenének, hogy mivel érzéseket közvetít, emberi érzéseket, emberi értékeket, ezért szöveg nélkül is azért lehet érteni, vagy rá lehet érezni bármelyik népzenére. Hát a cigány népzene is ilyen. Úgyhogy egyfelől ez az üzenet, hogy a cigány népzene és a cigány kultúra értékeit picit megmenteni, picit megmutatni. Másfelől az is üzenet, hogy mi családként jelenünk meg a színpadon. Ez egy nagyon fontos üzenetünk, hogy a család mint egység megmutatkozzon, hogy tudunk együtt értékeket létrehozni, tudunk együtt dolgozni, és ennek van egy kisugárzása, ami pozitív az emberek felé.
én a nyelvet nem beszélem, a cigány nyelvet. Én vagyok a cigány, de nem beszélem a nyelvet. Az István az nem cigány, mert hogy mi egy vegyes házasságba élünk, de az István beszéli a cigány nyelvet. Mert mikor én megismerkedtem már az Istvánnal, akkor őt már nagyon érdekelte ez a cigány kultúra. És akkor ő nem csak zenélni tanult meg addigra, mert ő már akkor zenekarban volt, hanem megtanulta a nyelvet is. De azt tudni kell, hogy a Karaván familiának a szövegei nagyon-nagyon sok a családunkról szól, tehát rólunk szól. Az, hogy mi hogy élünk a hétköznapokban, hogy mit szeretnénk, hogy mire vágyunk, vagy hogy most éppen mi történik a mi életünkben. Tehát ez mindig, ez nagyon személyes ez a szövegírás. Az alkotás folyamata az változó, hát eleinte a korai időszakban ez, ennek a legnagyobb része az rám hárult. Én voltam az, aki hozta az ötleteket. Kétféle módon dolgozunk, vagy úgy, hogy régi néprajzi gyűjtésekből előveszünk nagyon régi dallamokat, és azokat meghangszereljük, feldolgozzuk, a saját stílusunkra formáljuk, saját dalszövegekkel látjuk el. Ez az egyik fele, vannak kisebb arányban saját szerzeményük dalok is, amelyek illeszkednek a műfaj sajátosságaihoz, illetve vannak olyan újabb keletű cigány népdalok is, amelyek mondjuk megjelentek 30-40-50 évvel ezelőtt a környező országokban, esetleg valamilyen kiadványon, és ezeket a régi cigányzenéket is én gyűjtöm, szeretem, és vannak 60-as, 70-es évekből nagyon régi bakelit lemezeken a környező országokból származó cigány népzenéi anyagok, és néha ezekből is feldolgozunk régi dallamokat, hogy ne merüljenek feledésbe. Most már így, hogy a fiam 32 éves múlt, az István, az apjuk, az elmúlt tizen akárhány évben egyre több munkát adott át az István kezébe, hogy segítsen neki, hogy ő is hozzon be új dalokat, hogy ő amit hallgatott, akkor azt, hogy tudjuk a mi zenekarunkra formálni, és közben egy új számot csinálnak, vagy egy régi számunkat, mert most már 20 évesek leszünk jövőre, hogy azt leporolják, újra hangszerelik, más refrént tegyünk bele, ne így szóljon, tehát az István, a fiam, az nagyon-nagyon sokat segít az apjának. Jövőre leszünk 20 évesek, és nagyon nagy terveink vannak, szeretnénk egy ilyen idézőjelben egy jubileumi évet tartani, ami azt jelenti, hogy lesznek kiemelt koncertek, ahol jubileumi koncert ként hirdetjük majd meg a programot, és ezeknek az esetében majd szeretnénk vendégművész, zenész barátokat bevonni, vendégzenész szek mellett táncosokat is bevonni ezekbe a jubileumi koncertekbe. Több ilyet szervezünk, vagy tervezünk, aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül. Budapesten és vidéken is, és több alkalommal összesen 3 vagy 4 ilyen nagyobb jubileumi koncertünk lesz a jövő évben. Álmaink még vannak, hogy majd az unokáim például, hogy azok valamit vegyenek át, és hogy valamit ők is megtapasztaljanak abból, amit most mi nap mint nap 20 éve már, de átélünk, és nagy szeretettel csináljuk, és nagyon sok szeretetet kapunk az emberektől. Ez tényleg egy kultúra, amit akaratlanul is a gyerek át fog venni. A cigány kultúra üzenete mondjuk az is lehet, hogy hitet tenni a hagyományos értékek mellett, a hagyományos emberi értékek mellett, ami minden kultúrában valamikor jellemző volt. Ezek a közösségben való gondolkodás, a tisztelet, a becsület, a vendéglátás, a vendégszeretet, a családszeretet, egy csomó olyan örök emberi érték, ami idő felett áll igazából, csak a mai felgyorsult világ nem annyira kedvez ezeknek a hagyományos értékeknek, és ezért ezekre érdemes felhívni a figyelmet. Évek kellettek, de még ma is akad egy-egy olyan pillanat, hogy így körbenézek a színpadon, és könnybe jön a szemem. Mert hogy annyira, mert vagy kiráz a hideg, mint például most is, mert csak hogy rájuk gondolok, hogy ez annyira különleges és megfoghatatlan, és a Jóistennek hálát adok érte, hogy nekünk ebbe részünk van, nekem, mint anyának, mint feleségnek, hát ez elmondhatatlan. Mert az egy dolog, hogy otthon
tényleg próbáltunk, és tudtam, hogy mit tudnak, és mit tudnak teljesíteni a gyerekek, de amikor ott állsz fönt, és ott van több száz néző, aki benneteket néz azért, hogy most te énekelsz nekik, az nagyon-nagyon ilyen leírhatatlan élmény volt nekem, de még mai napig sokszor van ez, hogy úgy egy jó nagyot kell nyelnem, majd úgy rájuk nézek, és a szívem megtelik örömmel, és tényleg olyan boldog vagyok. Szóval én a Jóistennek ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt nekem megadatta. Hogy egy nagyon pici faluból jöttem, egy nagyon vidékről, és hogy mégis ebben részese lehetek ennek az egésznek, ami történik így a családunkkal és a zenekarral.